Noha gyakran intik a közlekedőket arra, hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessenek, sokan nem veszik figyelembe az aktuális időjárási körülményeket. Szerdára Viradóra megyénkben is leesett az idei első igazi hó, mintegy 6-8 cm-es réteget kialakítva az utakon. Bár a magyar közút folyamatosan takarítja a burkolatot, nem mindenhova jut el rögtön, így a járművezetők részéről különösen nagy figyelem szükséges. A télies útviszonyok mellett a pályaelhagyásos balesetek a leggyakoribbak, súlyos balesetek viszont ilyenkor kevésbé fordulnak elő. A puha hó ugyanis csökkenti a járművek törését, mondta el megkeresésünkre Nyíregyháza város gondnoka, aki számos hasznos tanáccsal szolgált a közlekedőknek. Ha nincs hó, le van fagyva éjszaka, most már a pára, ezt is tapasztaltuk, hogy felüljárók, aluljárók, vasúti átjáróknál sokkal nagyobb figyelemmel kell, hogy közlekedjenek, és úgy közelítsék meg az átjárót, hogy időben meg is tudjanak állni. Arra hivatkoztak egyes járművezetők, hogy fékeztem, csúsztam, de nem tudtam megállni. Hát természetes, ha le van fagyva -3, -500 fok hőmérséklet, akkor az azt eredményez, hogy megváltozott az útviszony. Nagyobb figyelem, kisebb sebesség lehetne ilyenkor a mottó az utakon. Egy biztos, a rutin sokat számít az ilyen helyzetek, körülmények kezelésében. Bordás Béla elmondása szerint probléma, hogy sok járművezető nem megfelelően tisztítja meg autóját, mielőtt volán mögé ül. Éppen, hogy annyi nyílást tesz magának a járművezető, amin kilát, ez nem elegendő. Az első-hátsó lámpaburákat is szíveskedjenek megtakarítani. A gépkocsi tetejéről nagyon fontos, hogy a havat eltávolítsák, ugyanis a menet stabilitást is tudja befolyásolni egy vastagabb póréteg, súlyban, tömegben is itt több a gépkocsi, viszont ha megtakarítja, nem csak az első szélvédőt kell, hanem az oldal ablakokat is, és a tompított fényszóró használata nagyon fontos, erre szoktuk mondani, hogy látni és látszani. Fontos, hogy minket is észrevegyenek kellőképpen, ne csak mi lássunk, mert az nem elegendő. Az is fontos, hogy ne csak elő, hanem hátul is megfelelően ki legyen világítva a jármű. A rendszámtáblák letakarítása ugyancsak elengedhetetlen, a Kressz is kimondja, jól olvasható állapotban kell azokat tartani. Mivel erről többen megfeledkeznek olykor, a városgondnok azt javasolja, érdemes időnként átnézni a szabályokat.